Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket! Ha valaki egyszer Bonyhádon jár, egészen biztosan megjegyzi a Perccel-kertet. Hosszú évek hanyagoltságát követően most folyik a park felújítása. A Solymár Imre Városi Könyvtár tetőszerkezetének átépítése után következő lépcsőként már a gyerekek új játszótere is elkészült, és hamarosan a sétányok is régi fényükben tündökölhetnek. A Perccel kert a Szökőkúttal és a Solymár Imre Városi Könyvtárral Bonyhád egyik legjellegzetesebb tere. Ha valaki látogatóba járt egyszer itt, erre a parkra egészen biztosan vissza fog emlékezni. Az elmúlt évtizedekben nem volt koncepció a fejlesztésre, ám elérkezett az idő arra, hogy megújuljon a park egésze, beleértve a könyvtár épületét is. Itt vagyunk a Perccel kertben, Bonyhád egyik legszebb részén, de azt minden bonyhád pontosan tudja, hogy hosszú évtizedek alatt sajnos nem történt sok minden ebben a parkban. Önmagában volt szép, amilyen fejlesztések voltak, azok már egy picit elavultak. Nem volt egy tudatos tervezés, hogy hogyan újítsuk meg és hogyan fejlesztjük tovább. Ez idáig, de most már ez is megtörtént. Első ízben először a Solymár Imre Városi Könyvtárnak a tetőszerkezete újult meg. Mindezt egy pályázati forrásból tudta megtenni az önkormányzat, és ez a könyvfesztiválra el is készült. Ugye figyelemmel kell lenni mindenre, arra is, hogy milyen rendezvények vannak a parkban, hagyományosan így például a Völgységi Könyvfesztivál, de hogy itt a nyár a gyerekek szeretnék minél hamarabb birtokba venni a játszóteret, ez is megtörtént már, hiszen néhány napja játszhatnak rajta, elkészült, de mi korán sem vagyunk készen azzal a fejlesztéssel, ami az idejében még megvalósul a parkban. Részben civil összefogásból, részben pedig az önkormányzat segítségével. Nagyon sok sétány van a parkban, itt is mindenki láthatja, hiszen itt élünk, tudjuk pontosan, hogy soha nem volt átgondolva, hogy mikor, milyen sétány készüljön el, mert maga a régi útvonal megvan, de van, amelyik aszfalttal van leborítva, van, amelyik betonos, van, amelyik térköves, van, amelyik jobb napokat látott, már rég benőtte a zöld és birtokba vette a növényzet, és van olyan, ami valamikor ilyen apró kavicsos volt egyébként gyerekkorunkban mindegyik, hát a kavicsból már nem sok van, és megmaradtak a sétánynak az útvonalai. Ezeket is szeretnénk folyamatosan felújítani, idén 3 szakasz fog megújulni. Elkészül a könyvtár körüli közlekedést lebonyolító, és az épületet a játszótérrel összekötő sétány is. Egységes, modern és jól bejárató sétány és sétautak legyenek a parkban. Ugye itt nagyon sok idős ember él a Perccel kertben, hozzájuk jönnek az unokák nyáron, ők nagyon várták, hogy a játszótér elkészüljön. Volt, de nagyon régóta nem volt felújítva, egy fa játszóteret épített valamikor az önkormányzat, és ez lett szintén egy pályázati forrásból most megújítva, 7 játszótéri elemmel, vannak köztek különböző játszóvárak, hintek, és minden olyan, amit a gyerekek szeretnek. Akkor ami még említettem a civil összefogást, ami még fontos így a park életében az idei esztendőben, valamikor kora tavasszal megkerestek engem, hogy szeretnének a park fájról és egyáltalán magáról a Perccel kastélyt körülvevő parkról egy kiadványt, egy könyvet megjelentetni. Ebben természetesen partner voltam, hiszen egy nagyon jó kezdeményezésnek tartottam. Polgármesteri keretből sikerült a nyomdaköltségeket kifizetni. A könyvfesztiválra meg is jelenhetett ez a könyv sokunk örömére. És ennek kapcsán ugyan vannak nevezetes, jellegzetes fái a parknak, amelyek feltérképezésre kerültek, és mindegy arborétumban kis táblákkal, zománcozó táblákkal lesznek megjelölve, és a park bejáratánál pedig egy információs táblán pedig feltüntetve, hogy hol is találhatók ezek a jellegzetes fák a parkban. Ez valamikor az ősz folyamán fog elkészülni, legkésőbb szeptember végéig. Addigra az idénre tervezett sétányok is elkészülnek, és akkor gyakorlatilag az idei évre szánt és tervezett felújításokat a végére is fogunk érni. A beruházás teljes költsége megközelítette a 60 millió forintot. Ehhez kapcsolódóan civil szervezet is jelentkezett arra, hogy tovább szépítse a Perccel kertet.
civil szervezetet is meg kell említenem, hiszen a Kolónia Alapítvány, amelyet az önkormányzat alapított valamikor, szintén partner volt ebben a megújulásban, és közel 2 millió forint összeg erejéig segíti azt, hogy a parkban a virágágyások megújuljanak. Ez is összekészül majd el, és akkor talán jövő tavasszal új pompájába lehet ez a rész, és az ő segítségükkel pedig azok a padok, a sétányok mentén lévő padok újulnak meg, illetve hulladékgyűjtő edényzeteket fogunk kihelyezni. Úgyhogy tényleg egy széleskörű összefogással, itt élőknek a közös gondolata mentén, a város támogatásával és egy tudatos átgondolással kezdődött meg ez a munka, és remélem, hogy még korán sem vagyunk a végén, akkor az azt jelenti, hogy mi nagyon sok mindent meg tudunk újítani ebben a nagyon szép parkban. Augusztus 2-án kezdődik, és 2 napig tart a Bukovinai Találkozások címet viselő rendezvény. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 30. születésnapján különleges jelentőséget tulajdonítanak a rendezvénynek, mely a székelyek egyik legnagyobb kulturális seregszemléje. A Bukovinai Fesztiválra általában nem csak a székelyek, hanem a Kárpát-medencében élő többi népcsoport is ellátogat rendszeresen. A fesztivált Magyarországon 1997 óta rendezi az Országos Szövetség. Ezt megelőzően több más ország is rendezett hasonló találkozót. A Bukovinai Fesztivál sorozat a székelység legnagyobb modernkori rendezvény sorozata. Célja, hogy egy népcsoport megmutathassa saját, és történelme során az ősökre ható más népcsoportok, egymásra folyamatosan ható kulturális kincseit. Bukovinát a népcsoportok békés egymás mellett élésére utalva gyakran emlegetik a kelet-európai Svájcként. Az évszázados hagyomány életben tartására és annak közkincsét ételére a Bonyhádi Fesztivál remek alkalom. Ugye most az idén a 30. kerek évforduló. Tulajdonképpen hát most már ugye célegyenesben van, hiszen nem sokára már kezdődik a program. Úgyhogy a csoportok visszajeleztek, hogy hány fővel jelennek meg, ugye a külföldi csoportok is, illetve ugye a külhoni csoportjaink is, tagegyesületeink is. Úgyhogy végül is most már úgy gondolom, hogy apró igazítások, hiszen még ugye itt természetesen mindig előfordul, hogy esetleg kevesebb létszám, vagy éppen több létszáma jelennek meg. Az idei rendezvény a 30. lesz a sorban. Ennek megfelelően különleges jelentőséggel is bír, mondta Illés Tibor elnök. A 30 év azt mutatja, hogy életképes maga a fesztivál, és van érdeklődés a székely kultúrára. Úgy gondolom, mindenképpen egy kerekéfordul az egy jelentőség, hiszen azt mutatja, hogy életképes, és jövője is bízom benne, hogy van, hiszen együtt élő népekről van szó, akik valaha ugye együtt éltek Bukovinába, és azt a kultúrát, amit mindenki saját magának ugye igyekezett megőrizni, azt tulajdonképpen ütköztetni is lehetne, illetve meg is lehetne mutatni. Tulajdonképpen ez a lényege a fesztiválnak is, hogy abból a kultúrából merítkezzen mindenki, és színesen, ugye mindig váltakozva, tehát rotációban. És ezáltal meg tudják mutatni a különbséget, illetve azokat a kis apró dolgokat, amit tulajdonképpen valamikor együtt éléskor még magunkra tudtunk szívni, illetve kölcsönhatásként magunkba tartottunk. A bukovinai székelyek a székelységen belül külön népcsoportot alkotnak. Történelmük 1764-ben a Madévfalvi veszedelemkor indult, és az évszázadok során a népcsoport a Kárpát-medence több területére is elvetődött, mielőtt megtalálta végleges helyét Magyarországon. Bonyhád környékén 1945 után telepedtek le. Minden programunk tulajdonképpen lehetőséget szeretnénk adni, hogy a csoportjaink minél több számba jelenjenek meg. És ezzel demonstrálják tulajdonképpen azt a közösséget, és akit képviselnek, hiszen a bukovinai székelység ugye
több mint 14 ezer jött el akkor ugye Bukovinából, és ez a közösség még él. Tehát úgymond meg tudja mutatni azt a sokszínűségét is, hiszen Aldunától kezdve, ugye Dévától, Cserna keresztül, tehát a külhoni csoportok is, és ugyanúgy ugye, hiszen Magyarország területén is több felé vannak csoportok, és színesebbé tudják tenni ezáltal táncaikkal, ugye maga az énekeikkel, ugye, tulajdonképpen, és hogyha néprajzi táborból beszélnénk, ugye itt viszont azokkal a kézműves munkákkal, ami tulajdonképpen egyértelműen szimbolikusan is, meg demonstratívan is be tudja mutatni egy tényleg gazdag közösségnek a múltját, és azt a jelenét, amit tulajdonképpen át tudott örökölni. Az a lényege az egésznek, és a fesztiválnak is az a lényege, hogyha mi nem mutatjuk meg, ugye csak beszélünk róla és utalunk, hát a családban is ugyanígy van, ha beszélünk róla, és akkor teljesen máshogy cselekszünk, akkor egy idő után hiteltelenné válik. Tehát mindenképpen nekünk, felnőtteknek, vagy idősebbeknek, vagy, tehát be kell mutatnunk, tehát le kell ülnünk, meg kell csinálnunk, mert hiteltelenné válik, hogy az, hogyha nem tudjuk mi magunk se csinálni. Tehát egyértelmű, hogy rákényszerülünk mi is, hogy sok mindent újra tanuljunk, ugyanúgy az ételekkel kapcsolatban is, ugyanúgy a kézműves dolgokkal is, ahhoz, hogy hitelesen tudjuk majd a fiatalok felé ezt bemutatni, illetve tulajdonképpen mind egy értéket számukra fontosnak, hogy őrizzék meg, és vigyék tovább. A bukovinai székelyek találkozójára ebben az esztendőben augusztus 2. és 4. között kerül sor Bonyhádon. A tavalyi esztendő sikeres programsorozatának hatására idén ismét megtelt a bonyhádi élményfürdő látogatókkal. A hip-hop műfaj szerelmesei számára a New Generation Tánc Egyesület növendékei tették emlékezetessé az estét. A nehéz körülmények mindig jó táptalaja a kreativitásnak. 1973-ban új kultúra született Bronxban. 75-re az új műfaj még csak az utcán élt, a DJ-k kivonultak a parkokba, terekre, lemezjátszóikkal és egész nap zenéltek. A hip-hop úttörői a New York-i bandák fekete bőrű tagjai voltak, akik az egymás közti nézeteltéréseiket az öldöklő harc helyett a kialakuló breakdance segítségével próbálták orvosolni. A műfaj nagyon hamar hódító útjának indult, köszönhetően a világhálónak. Népszerűségének köszönhetően egyre másra alakultak a csoportok. Így volt ez Bonyhádon is, és megalakult a New Generation Dance Club. Hát ez most még a magyar rap, meg a hip-hop zene is annyira fent van, meg annyira előtérbe került. Nem tudom, ez valamiért most nagyon divat lett. Régen nem volt ennyire divat a rap. Most valamiért az lett. Nekem ez az életem, én ezzel kelek, ezzel fekszek, én rap zenét hallgatok, hip-hopra táncolok, rap zenét csináltam is régen, nagyon régóta táncolok, tanítok, úgyhogy nekem mindenem ez. A Bonyhádon 2 esztendeje megalakult csoport több korosztályban is műveli a hip-hopot. Ebből kaphattak ízelítőt az élményfürdőbe érkező látogatók. Akik átérzik a műfajban lejlő szépségeket, és nap mint nap átadják magukat a ritmusnak, látszatra teljesen egyszerű mozgásokat végeznek. De aki kipróbálta a csoportban való mozgás bármely formáját tudja, bizony nagyon meg kell dolgozni az egységes színpadi képért. Hogy ez volt az, amit így a legjobban át tudok élni, és ami úgy legjobban megtetszett. Nem lehet unatkozni, mindig van benne kihívás. Igazából minden új táncban van valami, amit eddig még nem csináltunk, és ez így, hát jó. Emlékszem, hogy semmi nem volt, ha meg buliba menet nekem a sofőröm Kembló. Mennyi eszkort, ha buliba megyek, ott vagyok egy millió nettó. Halló, halló, itt a Miami Airport, ott vagyok fake, hanem játszom a bad boyt. Mik ezek a dalok, nálam mindig ez volt, gyere velem zokni, meg papucsa tervét. A gyerekek után a ma még kedvelt és ismert AK-26 zenekar lépett színpadra, bemutatva, hogyan működik ez azon a szinten, ami országos ismertséget jelent.
A Bonyhádi Fürdő rendezvényeinek sora ezzel azonban még nem ért véget. Ugyan sokan elmentek a hip-hop estre, azonban a város nem csak azoknak kínál szórakozási lehetőséget, akik ennek a műfajnak a kedvelői. A családi programok is nagy hangsúlyt kapnak a nyár folyamán, valamint a különböző zenei rendezvényekre is várják szeretettel a fürdő munkatársai az érdeklődőket. Július 27-én, amikor is a minden évben nagy népszerűségnek örvendő Fényszínház látogat hozzánk, ezt megelőzően 9 órától Chris Rudy lesz a vendégünk, és a Fényszínház előadás az pedig 10 órától veszi kezdetét. Amikor is most kimondottan a családokra gondoltunk, azon belül is a gyerekekre, hiszen egy látványos gyerekjáték show lesz itt a Bonyhádi termálfürdőben, érdemes lesz majd akkor is hozzánk látogatni, és egyébként minden részletről, fontos információról a fürdő Facebook oldalán, illetve a város közösségi oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, és ezt követően is majd augusztus 2-án egy családi délutánnal, az egy péntek nap, akkor egy családi délutánnal várunk majd mindenkit, amikor is a Holló Együttes ad majd gyermekkoncertet a fiataloknak, de Solymos Janitáék révén a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ játszóházat tart ekkor, és a gyerekek figyelmét szeretném felhívni, hogy ezen a délutánon ingyenes lufival, lufi hajtogatással és minden egyéb jóval várjuk őket, tehát érdemes megfűzni anyukát, apukát, a nagyszülőket, hogy már csak ezért is látogassanak ide a Bonyhádi termálfürdőbe. Utána tartunk egy pici szünetet, hiszen augusztus 2. hétvégén zajlik Bonyhádon a város legnagyobb, és mondhatom azt, hogy a térség legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye, a Tarka Fesztivál és a Sommerfest. Ekkor nem lesz program a fürdőben, a nyárzáró majd augusztus 30-án lesz, amikor is majd Deniz lesz a vendégünk, és ugyancsak egy helyi büszkeség, a Dynamic zenekar egy remélhetőleg kiváló bulival búcsúztatja itt a nyarat a termálfürdőben, amely egyébként roppant sikeres az eddigi tapasztalatok alapján. Köszönhető ez nyilván annak a kiváló időjárásnak, ami eddig velünk volt, hiszen soha nem látott népszerűségnek örvend a termálfürdő, és nem csak a hétvégi programokra, illetve fürdőzésre gondolunk, hanem hétköznap is nagyon sokan látogatnak el ide hozzánk. Siófok után Budapest új nyílt vízi strandfürdője, a Lupa Beach lett az új helyszíne az idei országos strandlabdarúgó bajnokságnak. Az itt felállított, szintén remek pályán a tornára címvédőként érkező Bonyhádi U17-es korosztályú csapat az idén is remekelt, mert a döntőig nagyszerű győzelmeket aratva jutottak el. Ott a fővárosi Városgazda Akadémia csapata legyőzte őket, ami miatt még ma sem tértek lelkileg nyugovóra a srácok, így az ezüst, mivel verhető lett volna elmondásuk szerint a fővárosi csapat, számukra még nem annyira fényesen csillog. A jelekből ítélve folytatódik a bonyhádi strandfocis sikersztori, ami Bölcsföldi Zoltán csapatvezetővel az élen már több mint egy évtizede tart. Felnőtt és utánpótlás szinten egyaránt. Nincs olyan év, hogy valamelyik korosztályos transzfocis csapatuk, előfordul, hogy több is, ne végezne a dobogón, és a felnőtt csapat is minden évben meghatározó tényezője a hazai legjobbak végső küzdelmének. Egyetlen vidéki csapat, amely bele tud szólni a spanyol, portugál, brazil és olasz, és már ukrán régiósokat is foglalkoztató Goldwyn Budapest, a Gyöngyös és a Bodon Ese dolgába. Többször játszott már nagy döntőt, és lett ezüst vagy bronzérmes a bonyhádi társulat. Az idei első sikert az U17-es csapat szállította, azzal, hogy címvédőként nagy döntőt játszhatott a fővárosban, és azt ugyan elvesztette, de ezüstérmes lett az együttes. 2012 óta, amikor itt rendelkezünk ezzel a minőségi strandlabdarúgó pályával, azóta szerveztük meg az utánpótlást, és foglalkozunk vele elég komolyan a legkisebbektől, és ennek az eredménye az, hogy egyre szebb eredményeket tudunk elérni az országos bajnokságokon. Ugye most már többször nyertünk országos bajnoki címeket, vannak dobogós helyezéseink, most ez az U17-es bajnokság is egy ilyen érmes helyezést hozott.
A nagy válogatottnál szereplő Genzler Kornél és Szászi Dávid mellett ott van már az U21-es válogatottban Sárgyi Bence, és esélyes erre az U17-es csapatból az a Wirth Dániel, akit az országos bajnokságon a torna legjobbjának választottak, nem csak a fél tucat gólja miatt. Akit nagyon fiatal kora ellenére néhányszor már a felnőtt válogatott keretedzésére is többször meghívtak. Úgy érzem, jól tudok lefordulni, gólerős vagyok, és ügyes vagyok levegővel. Lehet speciálisan erre edzeni? Tehát most milyen gyakorlatokat csináltok, ami kimondottan strandhoz is? Hát levegőbe tartjuk például, ollózunk sokat, a sokat segít, és kapura lövünk. Amikor a fővárosi Városgazda elnevezésű csapat ellen elvesztett U17-es döntőt szóba hozzuk, Dani még mindig bosszus, bajnokként, mi több, bajnoki címvédőként szeretett volna hazatérni Bonyhádra, és az ellenfél szerintük igenis verhető lett volna. Jobbak voltunk, küzdöttünk is végig, csak nem jött ki az ügyesség. Végig támadtuk a meccset, csak lekontráztak minket. Az ez is szépen csillog, vagy ez közhely? Hát, szépen csillog, de az arany jobb lett volna. Évek óta elmondható szerencsére, hogy szinte nem volt, hogy magyar válogatotta az elmúlt években, hogy ne lett volna benne Bonyhád, és ennek nagyon örülünk. Bonyhád az a magyar város, ahol nincsenek érdek ellentétek a nagypályás, a kispályás labdarúgás, ezen belül a futzál, és az új divatként megjelent strandfoci képviselői között, ami másút még mindig jellemző. Itt éppen ellenkező a helyzet, szakmai meggyőződésből valamennyinek teret adnak a sokoldalú képzés, sőt, a tökéletesebb rehabilitáció jegyében. Valaki megnézi mondjuk a Real Madridnak az akadémiáit, ott a gyerekek számára az akadémiában eleve kiépítik ennek a feltételrendszerét, és mind a nagypályás edzések mellett ott az akadémia keretein belül rendelkezésre áll a terem, azaz a futszál edzéseknek a megteremtése, és ugyanúgy a strandabdarúgó pálya is rendelkezésre áll az akadémián belül, és mindegyik résznek elmondják, hogy miért van szerepe a gyerekek képzésébe, mindegyik más-más kompetenciákat fejleszt, és a komolyabb egyesületeknél már így fejlesztik a gyerekek képességeit. Meg ezen kívül még egyéb szerepe is lehet, például nem véletlenül látni rehabilitáción végző híres játékosokat rendszeresen homokon edzeni, mert például egy sérülés után ez a közeg nagyon jól tudja akár a tért bokasérüléseket a rehabilitáció során javítani az állapotát. Izomfejlesztésben nagyon szerepe van. Jelzésértékű, hogy a közelmúltban az egyik jeles hazai labdarúgó akadémián, nevezetesen Felcsúton, épült strandfoci űzésére alkalmas homokos pálya. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!